No, hát akkor az elején a közösségekből indultunk, aztán ugye rázumoltunk az egyénre, és most megint egy kicsit így a közösségekhez terelődünk vissza, így ebbe az utolsó blokkba. Sokkal messzebbről szeretném kezdeni, majd mindjárt meg is mutatom, hogy honnan, de először egy kis személyes motivációt hagy osszak meg veletek. Engem ez a közösségek téma, hát gyakorlatilag így magamra eszmélésem óta nagyon-nagyon izgat. Tehát annyira szenvedélyesen lázba hoz, és sok okát tudom ennek, de azt gondolom, hogy sok okát nem. De hogy baromira érdekel az engem, hogy van egy kupac ember, és akkor bizonyos helyzetekben ugyanazok az emberek együtt tudnak működni, más helyzetekben ugyanazok az emberek nem tudnak együtt működni. Vagy ugyanabban a helyzetben más emberek így működnek együtt, amazok az emberek meg amúgy. Szóval, hogy ez mitől van? Mi az a láthatatlan kohéziós erő, amitől egy kupac ember, az nem egy kupac ember, hanem egy közösségé tud formálódni és kovácsolódni. Úgyhogy erre az utazásra hívlak most benneteket ebbe a pár percbe, hogyha sikerül elindítanom a PPT-t. Sikerült. Oké. Messziről fogunk indulni, mert azt gondolom, hogy érdemes egy kicsit messzebbről ránézni a közösségekre. Egyrészt időbe is messzebbről, másrészt meg térbe is messzebbről. Hogyha megnézzük ezeket a képeket, akkor azért látszik, hogy ez a Föld nevű bolygó, ez messzebbről nézve egészen más perspektívát nyújt, mint ebből a teremből például. És az is látszik, hogyha egy kicsit közelebb jövünk, akkor mondjuk időbe is megpróbáltam ezzel a képpel illusztrálni. Picit távolabb tartsam. Így picit távolabb tartom, akkor jó? Szuper, köszönöm szépen. Szóval, hogy időbe is, hogyha megnézzük ezt a Föld nevű bolygót ma, vagy megnézzük 100 évvel ezelőtt, vagy megnéztük volna 500 ezer évvel ezelőtt, akkor azért egészen más képet nyújtott volna. Tehát az, hogy közösség, az ma, meg régen egészen más jelentett. Tehát ez ilyen módon is egyfajta utazás. Nagyon érdekelt az, amikor készültem, hogy egy kicsit nézzünk már körbe, hogy milyen most a világunk. Hogy néz ki a mi környezetünk most ki, hogyan nézzünk mi emberek ki, hogyha széjjel nézünk magunk körül. És engem egészen megdöbbentett, én tudtam ezeket a számadatokat, mert hát ugye ezt így tanuljuk, meg olvassuk, meg látjuk, meg halljuk, de ilyen vizuálisan látva, hogy mit jelent ez, tehát hogy még az időszámításunk kezdetén mondjuk volt 200-250 millió ember ezen a Föld nevű bolygón, addig 2050-re már többen leszünk, mint 9 milliárd. Azért ez egy olyan dolog, amitől nehéz eltekinteni, hogyha közösségekről beszélünk, bár tudom, hogy ez még nem a szűken vett közösségek témája, de hogy ebbe a tágabb társadalmi környezetben vagyunk. Van néhány kép, hogy néz ki ez térben elhelyezkedve, és ezek is olyan tények, amitől nagyon nehéz eltekinteni. Tehát ebből látszik, hogy Afrika népessége az nagyon nő, és hogy gyakorlatilag most már az összes többi kontinensé, így Ázsiái is csökkenő tendenciát mutat. Látszik azon a népsűrűségi térképen már amennyire látszik, így onnan, ahonnan ti ültök, hogy vannak bizonyos besűrűsödések, és vannak egészen fehér foltok, és hogy vannak olyan területek, ahol mondjuk 20 millió ember él néhány 10 négyzetkilométeren, tehát egészen elképesztő változatot és képet mutat a bolygónk, és látszik az is, hogy azért, hogy az átlag életkorra ránézünk, az egészen más volt 100 éve, 50 éve, 10 éve, meg ma például. Tehát, hogy ezek a tényezők azért így itt vannak körülöttünk. És aztán arra is biztatnálok benneteket, hogy van itt egy ilyen, most nem fogok rákattintani idő hiányában, de hogy van itt egy ilyen link, amire, hogyha ránéztek, akkor egészen szemléletesen látszik az, hogy most a bolygónk lakossága mennyi, hogy hányan születtek a mai napon, hogy hányan haltak meg, hogy hány blogbejegyzést tettek az interneten, hogy hány vállalkozás alapult, és egy csomó mindent lehet látni. Szóval, hogyha így kinyitjuk a szemünket a körülöttünk levő világra, akkor nagyon érdekes dolgokat tudunk észrevenni. De hogy egy kicsit szűkebben ráközelítsek itt a közösségekre, itt azzal szeretném ezt kezdeni, hogy Angyal Andrásnak van egy ilyen homonómia-autonómia elmélete, amiből most csak annyit hoznék ide, hogyha
időben utazunk, akkor a personalitás előtti, tehát az individualitás kora előtti közösségek, tehát mondjuk a pre-personális időszaknak a közösségei egészen másfajta közösségek voltak. Ott főként csoportidentitásról beszélhetünk, és hogy ott ezek a homonómia törekvések voltak, vagy léptek előtérbe. Nyilván nem mindenki személyiségként volt ott, hanem mindenki a szerepe szerint, tehát hogyha egy törzsbe, egy középkori közösségbe beleszületett, akkor pontosan tudta az ő identitását, pontosan tudta azt, hogy milyen életutat tud bejárni ebbe a helyzetbe. Hát a mikorunkra ez nagyon megváltozott, így ebbe a personalitás korába, vagy nevezhetjük ezt az individualizáció korának is. Az autonómia törekvéseink annyira szélsőségessé váltak, hogy teljesen ez az inga így a másik irányba kilengett, és gyakorlatilag, amit a Zita is mondott már itt az elején, az első blokkban, hogy egyszemélyes csoportok alakultak ki. És hogy minden ember egy külön csoport, minden ember egy külön világ, egy külön bolygó, és hogy így próbálunk valahogy összekapcsolódni egymással, ami hát nem egyszerű dolog. Ez a fajta autonómia törekvés, vagy ezek a fajta egyszemélyes csoportokban levések, azt az érzetet hozzák nekünk, hogy tulajdonképpen el vagyunk idegenedve, olyan, mintha egyedül lennénk. Tehát itt vagyunk egy bolygón, ilyen milliárdnyi tömegbe, és a saját világunkba vagyunk mégis elveszve, és olyan, mintha magányosak lennénk sokszor. Tehát egy ilyen magányos tömegbe vagyunk elidegenedve. És nem csak, tehát mikroszinten is nagyon sok ilyen élményünk van, és itt hallottuk már az előző előadásokban azt, hogy a saját magunkkal való kapcsolat az hogy idegenedhet el, hogy a testünkhöz, az érzéseinkhez nincs hozzáférésünk, a természeti oldalunkhoz nincs kapcsolódásaink, a vágyainkhoz, az erőforrásainkhoz, tehát nagyon sok féle módon történik ez az elidegenedettségünk, a mikroszinten is, történik ez a közvetlen emberi környezetünkkel, és történik a közvetlen természeti környezetünkkel is. Ugyanakkor ez makroszinten is megjelenik. Egyrészt a társadalmi környezetünkben is érezzük ezt az elidegenedettséget, sok esetben magunkban, magunk körül. Másrészt a gazdasági környezetünkhöz abszolút fogyasztói attitűddel állunk. Vagy sok esetben, vagy persze már vannak olyan tendenciák, hogy nem, de hogyha mégiscsak egy általános képet nézek, akkor leginkább ezt lehet látni belőle. A természeti környezetünkkel kapcsolatban meg egy nagyon kihasználó, kizsigerlő mentalitással, magatartással vagyunk jelen. És hogy hát a transzcendens világtól pedig azért egy elválasztottságunk van. Legalábbis úgy tűnik, hogy egy ilyen 21. századra ezt nagyon sokan tömeges méretekben megélik, megéljük. Tehát elérhetetlenekké váltunk mások számára is sok esetben, és elérhetetlenekké váltunk a magunk számára is. Nem vagyunk kapcsolatban magunkkal, másokkal, a környezetünkkel, és így létezünk a világban. A kapcsolódásról majd mindjárt lesz szó. Csak megpróbáltam ezt az elérhetetlenség örvényét valahogy ábrázolni. Hát valószínűleg nem a legjobb ábrázolás, és biztos, hogy vannak benne akár logikai bukfencek is, csak megpróbáltam azt meglátni, hogy hogy lehet behúzódni ebbe a, és tényleg úgy képzeltem el ezt, hogy ez egy ilyen lefelé húzó örvény, egy ilyen ördögi kör, amiből nagyon nehéz kimászni. Mondjuk elkezdjük, valószínűleg bármelyik pontján elkezdhetnénk, de mondjuk elkezdjük a szeparációval, itt volt szó már előttem például a születésről, ugye? És volt szó arról, hogy hogyan jövünk erre a Föld nevű bolygóra. Vagy ez a korosztály, aki most itt ül a teremben, hogy született meg. Hát a szeparáció azért mondhatni az egyik első élményünk, vagy az első élményünk egyike erről a világról. A másik ilyen élményünk a túlingereltség. És amikor azt mondta itt az egyik előadó, hogy baj van, akkor bizony jönnek az óvónők, és jönnek a tanárok, és mondják, hogy baj van, és hogy a következő generációval is mennyire nagy baj van, és hogy ez a túlingereltség, ez a bajoknak az egyik forrása, ami megjelenik. Tehát van egy szeparáció, egyik oldalról van egy túlingereltség a másik oldalról. Vannak mindenféle érzelmi hiányállapotaink,
Minden esetre az biztos, hogy a kapcsolódási készségünk már az elején gellert kapott és sérült, vagy nagy valószínűséggel ez így van. És hát így megpróbálunk kapaszkodni szerencsétlen egónkba, és abba valami biztos menedéket találni jó esetben, és ez vagy sikerül, vagy nem. Minden esetre mindezek oda vezetnek, hogy a feszültségeink még tovább nőnek, a szorongásunk az fokozódik, mert hogy hát mi oldhatná ezt, mondjuk a kapcsolódás az oldhatná, de hát kapcsolódás az pont nincsen. És innentől kezdve ez az elválasztottságunk megjelenik magában a létélményünkben is. Mintha kipottyannánk így a létkerekéről. Nem érezzük azt, hogy a része vagyunk mi is az életnek, vagy ennek az áramnak. Tényleg az egónkba kapaszkodva, ott vacogva azt nézzük, hogy élhetjük túl sok esetben. És hát ettől nyilván az egészségünk és az egész értelmébe vett egészségünk az megbomlik, ez az egyensúly megbomlik, és ennek mindenféle lelki és fizikai és egyéb más tünetei lesznek. Úgyhogy valahogy így képzelem én el ezt a fajta örvényt vagy ördögi kört, amiben vagyunk, ki szerencsésebben, ki kevésbé szerencsésen, és ami talán még ide tartozó, hogy engem mindig is a normális emberek érdekeltek, szóval értsük ezt bárhogy, és nem tudom, hogy van-e ilyen kategória, hogy normális emberek, de hogy az átlagos embereknek az átlagos bajai, tehát akik nem mutatnak nagy szélsőséges kilengéseket se ide, se oda, hanem így élik így a mindennapi életüket, és hogy ott azt gondolom, hogy ezek a jellemzők nagyon tetten érhetőek. És aztán vannak mindenféle fantáziák arról, hogy az egyszemélyes csoportok világa után vajon majd mi fog következni. És hogy hát én most főleg ilyen mindenféle sci-fi filmekből vettem ehhez ihletet, és hogy azt látom, hogy vagy az van, hogy így ezt a homonómia törekvést próbálják így megerősíteni, és akkor jön ez az arctalan közösség, vagy ez a massza, amiben így be lehet tagozódni, és biztonságot és védelmet nyújt. Vagy pedig az van, hogy ez a nagyon szélsőségesen individuális helyzet erősödik meg, és akkor itt mindenféle ilyen szájberbeütések vannak, ami hát már nem egy sci-fi, szóval, hogy ez azért úgy van így napjainkban is, és akkor a mesterséges intelligenciával ötvözve az ember, tehát hogy ez is egy ilyen jövőkép, hogy mi lehet, vagy mi várhat ránk. Hát mi várhat még ránk? Itt a Kati azzal kezdte most ennek a blokknak a felvezetését, hogyha kinézünk, akkor látjuk, hogy sötétedik, és hogy az időnek, hát milyen érdekes, hogy van minősége is, ugye, és hogy nem, talán nem éreztük, hogy milyen hamar elment ez a nap. Egy kicsit így vissza szeretném terelni magunkat, vagy magamat főleg, így ebből az idő meg térbeli utazásból a mosthoz. Tehát a most az egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolog. Nem tudom, hogy nektek mennyire nehéz, nekem nagyon nehéz dolog a mostban lenni. Ezt a Dubi-Dubi-Dú nevű valami csodát azért írtam oda, mert hogy az így eszembe jutott erről, hogy mit csinálunk így a mindennapokban, hát dú, csinálunk, teszünk. Szóval azt nagyon jól tudjuk, hogy ezt kell csinálni, határidőre kell megcsinálni, ennyinek kell meglenni. Szóval, hogy mindig van valami teendő. És ezt így elég jól rászocializálódunk, és ezt tudjuk, és szóval, hogy ez megvan. De hogy ez a be, ez a lenni, ez vajon így hol van így a mi életünkben, hogy ezt így érezzük, vagy érzékeljük-e, vagy vannak-e olyan helyzeteink, amikor ezt tényleg meg tudjuk élni, hogy csak a létezésben benne tudunk lenni. Nyilván vannak ilyen kiemelt helyzetek, de hogyha minden napjainkra rátekintünk, akkor azért én azt gondolom, hogy nagyon kevés ilyet lehet találni. Szóval egyik kulcskérdésnek ezt a mostot gondolom ebbe a dologba, és itt már sok szó esett a mosthoz kapcsolódó jelen létről. Hogy ugye úgy tudjunk jelen lenni, hogy ne csak darabra, meg kilóra, meg nem tudom én, hanem így minőségünkbe is ott meg tudjunk jelenni, és helyet tudjunk foglalni abban a térben, ahol vagyunk. És ehhez, hogy jelen tudjunk lenni, az látszik, hogy a kapcsolódási készségünkkel kell valamit kezdeni. Szóval, hogy ez egy nagyon kulcsfontosságú momentum ebbe a történetbe.
Biztosan sokan ismeritek a Harvardnak ezt a nagymintás kutatását, ahol azt próbálták így megfejteni, hogy a jól lét és a boldog hosszú élet titka az micsoda, és hogy hát végül is ennek a kutatásnak, ami ma is zajlik, és még így követik a leszármazottakat is, az a tanulság, hogy nincsen szignifikáns összefüggés a vagyoni helyzet, a beosztás, az intelligencia hányados, és egy csomó minden, meg a hosszú boldog élet között. Viszont nagyon érdekes módon szignifikáns összefüggés mutatható ki e között, és a társas kapcsolataink mennyisége és minősége között. Tehát akinek van egy ilyen társas kapcsolati hálója, egy megtartó közege, az valahogy úgy éli, vagy úgy érzékeli az életét, hogy neki egy jó élete van. Ő a jól lét értelmében éli meg az életét, nem csak túl éli, hanem tényleg megéli. Tehát ez úgy tűnik, hogy kapcsolatra programozva születünk, és hogy hát ezt tudjuk már hormonálisan is, hogy a kapcsolódásnak milyen hormonális jutalmazó rendszere van, tehát amikor a dopamin rendszerünk az úgy beindul, akkor ez mennyire meghatározza a mi jól létünket. És azt is tudjuk, hogy amikor viszont a stressz áramköreink indulnak be, akkor meg képtelenek vagyunk kapcsolódni, és visszakerülünk ebbe az elszigeteltségünkbe. És hogy az együttműködésnek nem csak ilyen hormonális jutalma van, hanem társadalmi jelentőséggel is bír, mert hogy azért az látszik, hogy amikor sok ember egy cél érdekében összefog, akkor baromi jó dolgok tudnak születni. Szóval, hogy annak azért van egy nagyon nagy ereje. Jó kérdés az, hogy hogyan lehet egyszerre az individualitásunkban is megmaradni, mert hát erre vagyunk ítéltetve, szóval, hogy ez így már megtörtént velünk, tehát valószínűleg nem lehet oda visszamenni, ahonnan jöttünk. Ugyanakkor, hogy tudhatunk a közösségekhez, vagy közösségeinkhez is tartozni? Tehát, hogy ne veszítsük el saját magunkat sem, de hogy a közösség is tudjon gazdagodni általunk. Még talán egy gondolatot itt felvetnék, ide írtam a neuroplaszticitást, mint jó hírt. Szóval, hogy tehát az a jó dolog ezekben a programozásokban, hogy ezekre van ráhatásunk. Tehát, hogy baj van, ugye? És aztán mondta a Zsuzsa, hogy de jó, de hogy van remény. Szóval, hogy van jó hír, tehát, hogy lehet ezen változtatni, és hogy ezek felülírhatóak, biológiailag is felülírhatóak. Tehát tudunk, vagy ráhatásunk van, vagy tudunk ezzel valamit kezdeni. Na most itt az előző jövőkép verziók mellett, hát transzpersonális úton, vagy a transzpersonális jövőkép szerint, ugye hát hogy lehet ezt a fajta kapcsolódást megtennünk, és akkor erre szoktuk hozni ezt az individuációs folyamatot, amikor ezen a bizonyos ego-szelpsztengelyen, amiről már itt az Éva is beszélt, elmozdulunk a szelpszt irányába, és akkor valahogy fölvesszük a kapcsolatot a mély énünkkel, fölvesszük ezzel a belső önvalónkkal a kapcsolatot, és tudjuk integrálni a részeinket. Tehát érdekes dolognak tartom azt, hogy abból a bizonyos ördögi körből, hogy lehet ebbe a bizonyos gyógyító spirálba eljutni. És akkor én azt mondtam, hogy ez mondjuk a létélménynek a gyógyító spirálja, amiben messzebbről indulok. Szóval régebben engem nagyon foglalkoztatott az, amivel kezdtem is, hogy az együttműködést hogy lehet elérni. És akkor már odáig a visszafelé lépésekben eljutottam, hogy hát a kapcsolódás az szükséges ahhoz, hogy együttműködjünk, és hogyha kapcsolódunk, akkor tudunk párbeszédbe kerülni, és akkor tudunk együttműködni, és ugye elkezdtem így visszabontogatni, hogy oké, ez megvan, de hogy mi van még előtte? Mert nagyon sokat dolgozom közösségekkel, és az volt a tapasztalatom, hogy olyan, mintha a közepéről akarnánk kezdeni, és nem lehet elkezdeni a közepéről. Szóval, hogyha valami nincs, tehát, hogy valami hiány van, akkor nagyon nehéz azt mondani, kapcsolódjatok. Vagy szóval, hogy ez azért nem olyan, hogy na, hát akkor jó, akkor most én kapcsolód, hogy átnyomok egy gombot, és akkor most ez történik. Szóval, hogy mi kell ehhez, hogy meg tudjon ez jelenni. És akkor így próbáltam így visszamenni, hogy mi az, amit én még így értek, vagy látok, vagy nem értek. És akkor azt gondoltam, hogy a kapcsolódáshoz minimum az kell, hogy érdeklődve és nyitottan oda tudjunk fordulni egy másik emberhez, vagy magunkhoz adott esetben. Jó, akkor ahhoz mi kell, hogy ezt így meg tudjuk tenni?
Biztos, hogy kell, és biztos sok minden kell még más is. Tehát nem gondolom azt, hogy ez egy, nem tudom, tuti. Azt gondolom, hogy ezek ilyen morzsák, vagy ilyen kis szilánkok, vagy puzzle darabok. Azt gondolom, hogy kell az, hogy képesek legyünk figyelni. Mondjuk minimum arra, a másikra, ami, akihez, vagy amihez odafordulunk, vagy akire nyitottan oda nézünk. Szóval, hogy képesek legyünk figyelni, és ne a saját fejünkbe levő ugye, mozit nézzük közben. Ahhoz, hogy képesek legyünk figyelni, biztos, hogy kell egyfajta minőségi jelenlét. Tehát, hogy ott legyünk. Tehát tényleg ott legyünk, ahol vagyunk. És ne a múltba, és ne a jövőbe, és ne máshol legyünk. És ahhoz, hogy ez a jelenlét meg tudjon születni bennünk, ahhoz is egész biztos, hogy nagyon sok dolog kell, de hogy kell egyfajta, hát nem tudom másképp mondani ezt, egyfajta engedély erre, hogy én lehetek. Szóval ez az, hogy én vagyok, az úgy meg tudjon érkezni, hogy igen, én lehetek, én vagyok, én megtartva vagyok itt, bárhol is vagyok. Szóval, hogy valahogy így látom én ezt most, hogy ezek a dolgok kellenek ahhoz, hogy így át tudjuk fordítani ezt az ördögi kört egy ilyen spirállá. Azt gondolom, hogy amikor így a tudomány az úgy elakad, akkor a művészetek azért sokat tudnak segíteni. És hogy én is sokfajta verset és könyvet és mesét szoktam olvasni így a saját témámhoz. És én nagyon szeretem József Attilának ezt a sorát, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Tehát egészen elképesztő dolgokat tudott ő így meglátni és papírra vetni. És hogy hát itt tartunk megint ugye a másiknál, meg a kapcsolódásnál, meg a közösségnél. Szeretem ezt az idézetet is nagyon, ugye a tanuló szervezetek atyától szerepel itt, és szerintem ez egy nagyon fontos gondolat. Szóval ez egy elemi gondolat, hogy ő azt mondja, hogy a tanulás lényege maga a kapcsolat. És hogy az emberi kapcsolatainkon keresztül vagyunk képesek világunk valódi megértésére. Tehát ő arról beszél, hogy akkor vagyunk képesek fejlődni, meg tanulni, hogyha van egy közvetítő közeg, amit nevezzünk kapcsolatnak, amin keresztül kapcsolatban vagyunk másokkal, és képesek vagyunk arra, hogy meghalljuk őket, meglássuk, hogy ők mit mondanak, ők hogyan csinálják. Ez azért nagyon érdekes, de most nem akarok itt leágazni jobban ennél, de például így az oktatási rendszerünkre nézvést azért nagyon-nagyon nagy nagyon jelentős következményei vannak ennek, én azt gondolom. Mert hogyha, tehát vagy kapcsolat van, vagy stressz van. Hogyha stressz van, akkor nincs kapcsolat. Hogyha nincs kapcsolat, akkor nincs tanulás. Ha nincs tanulás, akkor nincs fejlődés. Tehát, hogy ez egy elég egyszerűen belátható láncolat. Akkor a következő dolog, ami így nagyon gondolkoztat engem, hogy miért pont a közösségek? Hát nem elég, hát másban moshatod meg arcodat. Hát, hogy akkor egy másik, meg még egy másik, meg még egy harmadik, de hogy külön-külön ilyen négy szem közti kapcsolatok. Hát végül is miért nem? És hogy mennyiben más egy közösség, mint így az embereknek az összessége. És akkor erre se tudok ilyen exakt dolgokat mondani, de hogy valahogy úgy érzem, hogy ez az összemadzagoltságunkkal nagyon-nagyon erős kapcsolatban van. Nem vagyok egy nagy fizikus, és általában a humán könyvekből szoktam fizikai példákat is olvasni, mert ott még úgy képes vagyok megérteni. És kettő példát is sikerült olvasnom. Az egyik az arról szól, hogy egy, és képzeljétek, hogy nem hoztam el ezt a papírt, amin rajta vannak a válaszok, de nagyjából emlékszem rá, hogy egy 5x10 centis fagerenda hány kilót bír el? Ez volt a kérdés, és akkor az volt a válasz, hogy 275 kilót bír el. És a következő kérdés az volt, hogy egy vasszögekkel összeszögelt kettő darab 5x10 centis fagerenda hány kilót bír el? Tippelhettek, hány kilót bír el? Ha egy 275-öt bír el, akkor kettő összeszögel, szerintetek hány kilót bír el? 600, igen, az első licitünk 600, van-e még? 1002, igen, még egy harmadikat. 2000, nagyon jó. Nem emlékszem a pontos számra, 2200 valamennyi. Szóval ez azért tud valamit. Ez az összeszögelés szerintem. Úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy ez az 1 plusz 1 nem 2, ez, hogy a fizika világában erre vannak exakt bizonyítékok, bár figyeltem volna annak idején jobban fizika órákon.
A másik, ami egy ilyen megérintő példa volt nekem, hogy képzeljük el, hogy egy két részecskés rendszerben. Ezt nekem nagyon nehéz elképzelni, mert én amikor tanultuk, hogy az áram az elektronok egyirányú vándorlás, akkor én elképzeltem ilyen embereket, akik hátizsákkal így menetelnek. Tehát így nekem ezek voltak a részecskék. Tehát, hogy egy két részecskés rendszerben az egyik részecskét elküldjük New Yorkba, a másikat meg mit tudom én Tokióba, és az egyik részecskének a forgás irányát megváltoztatjuk. És hogy mi történik 1000 kilométerekkel odébb, hát a másiké is megváltozik. Hogy mik vannak, szóval egészen elképesztőek ezek a dolgok, és azt gondolom, hogy nem nagyon lehet így napi rendre, vagy így legyinteni rá, hogy hát ez így nem számít, vagy lépjünk túl ezen. És aztán ide raktam még egy ábrát is, mert valahogy azt kapizsgálom, hogy nagyon sokszor ezen, ugye ahhoz, hogy kimozduljunk a komfortzónánkból, hát ezt tudjuk, hogy úgy tudunk tanulni és fejlődni, és hogy abba a zónába, a fejlődési zónához, így ezen a félelem zónán, nevezzük most így, keresztül vezet az út. És ahhoz, hogy ezen a félelmen túl tudjunk menni, valószínűleg ezen a félelmen is nagyon sokat tudnak segíteni a kapcsolatok, vagy a kapcsolódások, vagy ez a megtartottság. És egy közösségnek az ereje, az ugye most nem 275 kiló, hanem nem tudom, majdnem 10-szer ennyi. Szóval, hogy azért ezt lehet ebben használni. A közösségről én most olyan értelemben beszélek, mindenféle közösségi elméletek vannak, és ebben én most nem is mennék bele. Minden esetre az organikus közösségi elméletek azok, amelyek azt mondják, hogy a közösség az tulajdonképpen egy önálló entitás. Tehát az nem úgy van, hogy az embereknek az összessége. Hát nyilván nagyon meghatározza azt, hogy milyen emberek vannak ott még abban az adott közösségben, de hogy ez egy különálló élőlény, egy közösség. Az egy entitás, amelyiknek fejlődési ciklusa van, és szóval, hogy ilyen értelmében beszélek. És nagyon sok néven említjük ezt a közösséget, integráltnak, felnőtt rangúnak, addíciósnak, szóval mindenféle neveken említjük ezt, és most egy kicsit belehúzok, mert azt mondták, hogy így lejárt az időm. De hogy ezek a közösségek valahogy az a közös bennük, hogy ha olyan emberekként tudunk összekapcsolódni, akik magunkban már meg tudtuk haladni ezt a transformációs munkát, és úgy tudunk összekapcsolódni egy közösségbe, akkor ennek egy egészen más, ilyen addíciós, szövetszerű ereje tud lenni annak a közösségnek. És akkor még egy utolsó gondolat, hogy is kapcsolódik ez a transpersonális csoportdinamikához. És én tudom, hogy a csoport az nem egy közösség, szóval, hogy ezt így tanultam. De ugyanakkor egy csoporthelyzetben egy kvázi közösségi élményt is meg tudunk élni. Sőt, nagyon erősen megélünk egy ilyet. És tulajdonképpen azt próbáltuk meg összeszedni egy csoportmunka folyamán, hogy egy transpersonális csoportdinamikának milyen jellegzetességei vannak. És hogyha ezt azért így végig futjátok, akkor összességében azért az megjelenik benne, hogy a közösség nem csak tükör, nem csak tükrei vagyunk egymásnak, hanem ad egy olyan melegséget, egy olyan védettséget, egy olyan megtartottságot, ami tulajdonképpen meg tud ágyazni annak, hogy abban megtámaszkodva, megkapaszkodva be tudjon a jelenlétnek ez a jótékony gyógyító spirálja kapcsolódni. És hát utoljára még egy képet szeretnék itt megmutatni nektek. Ez egy a Katinak a nyári filmes születéscsoportjáról egy kép, ami hát ugye a transpersonális csoportdinamika minden elemét nagyon szépen megtapasztalhattuk magunkon is, saját élménybe is, és segítőként is. És én azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos és megerősítő élmények saját magunknak, személyesen is, és szakemberként is. Köszönöm szépen a figyelmeteket!